A táplálék okozta allergiák nagyon sokrétűek lehetnek, a tüneteik viszont nem specifikusak. Mit jelent az, hogy nem specifikusak? Azt jelenti, hogy nincs egy olyan tünet, amely, hogyha megjelenik az állaton, akkor rögtön fejéhez kap az állattól, és azt mondja, hogy aha, ez táplálék okozta allergia. Tehát nem specifikus tünetek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy olyan tünet együttesekkel találkozunk, amely bármely más ok miatt is jelentkezhet. Ami a legfontosabb itt az, hogy általában a táplálék okozta, vagy ellenség okozta allergia az fiatal állatoknál jelentkezik leggyakrabban. Én kiírtam itt magamnak, hogy 30-50%-ában az eseteknek egy éves kor alatt már jelentkezik. Tehát ez azt feltételezi, hogy egészen fiatal korban, egész kölyök korban kialakulhatnak már azok az allergiák, amelyek később az egész életét meghatározzák az állatnak. A tünetekre a nem szezonális viszketegség jellemző. Mit jelent az, hogy nem szezonális? Az pollen okozta allergia jellegzetesen szezonális viszketegséget okoz. Amikor a pollen koncentráció, az adott pollen koncentráció éppen magas, akkor vannak tünetek, amikor nem magas, akkor nincsenek tünetek. Az ellenség allergiára nem ez jellemző, hanem a folyamatosság, az állandóság, a nem szezonalitása, nincs szezonalitása. A viszketegség vagy jár bőrváltozással, bőrpírral, vagy nem. Sok esetben nem. Ami nehezíti a diagnosztikát is, és a tünetek értékelését is, hogy az allergiás egyed, amely ellenségallergiával küzd, igen gyakran pollen allergiával is küzd. Tehát, hogyha van egy adott egyedünk, amelyik már valamilyen allergénnel szemben allergizálódott, akkor nagy valószínűséggel, vagy nagyobb valószínűséggel allergizálódik más típusú fehérjékre is. Ez allergiás hajlam kérdése tulajdonképpen. Ezek a keresztreakciók, a pollenallergia és az ellenségallergia között elmoshatják a szezonalitás, nem szezonalitás kérdését. Tehát ebből a szempontból is nehézség ennek a megállapítása. Kutyán általában a has alján tapasztaljuk a viszketegséget. A lágyékon, a hónajban, a mellkas és a has ventrális, tehát alsó területein. Ez igen gyakran éppen talán a vakaródzás miatt apró hámsérüléseket okoz a köröm vagy a karom, és ezeknek a apró hámsérüléseknek a befertőződése, a másodlagos fertőződése az sajnos elég gyakori, amely szintén elmossa, elkeni, és hát nehezre teszi a diagnózis felállítását, hiszen egy felületes gennyes bőrgyulladás az egészen más ok miatt is keletkezhet természetesen. Jellemző az ellenség allergiára a külső hallójáratoknak az idült gyulladása. Idült azt jelenti, hogy tartós, vagy folyamatos, vagy nagyon gyakran visszatérő. Ezeknek a fülgyulladásoknak, vagy külső hallójára gyulladásoknak az ismérve az, hogy általában a fülváladéknak a mennyisége megnő, és megvastagszik a külső hallójáratnak a bőre, gyakran akár ilyen kisebb, nagyobb dudorzatok alakulnak ki a fül bejáratánál, illetve a külső hallójárat bőrén, amelyek szintén szűkítik a hallójáratot, és így a öntisztulást, a átszellőzését a hallójáratnak jelentősen csökkentik. Kísérő jelenség még az ellenség allergiánál gyakori a szeborrea megjelenése. A szeborrea az a fagyumirigy termelésben bekövetkezett hibás működést jelenti. Ez lehet száraz vagy zsíros szeborrea. A zsíros az a gyakoribb. Azt jelenti, hogy állandóan zsírosnak tapintjuk a kutyának a bőrét, gyakran korpázik is, és olyan csapzott benyomást kelt az állat. Természetesen egy jó füröztés ez természetesen azonnal megoldja, de újra visszatér, hiszen a szeborrea az egy füröztéstől nem képes elmúlni. Mint allergiás reakciók, ugye beszéltünk arról talán korábban, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es típusú allergiát is okozhat az ellenségallergia. Így az urtikária, tehát a bőr kiütések is előfordulnak az ellenségallergia tünetei között. Nem túl gyakran, nem ez a tipikus oka az urtikáriának. És ugyanígy nem tipikus oka az angiodéma sem, de előfordulhat. Az angiodéma az a fajta
gyulladásos, ödémás elváltozás, amely a torkot, a gégét, az orr különböző részeit, a pofát érintheti, kialakulhat az úgynevezett vízilófej, amikor olyan mértékben ödémássá válik a kutyának a feje, mint hogyha tényleg vízilóra akarna hasonlítani, megvastagszanak a nyálkahártyák alatt, a rendkívül nagy mennyiségű víz halmozódik fel. Ezek akár életveszélyes állapotot is létrehozhatnak, hogyha valóban szűkíti a légvétel terét. Ezek szerencsére ritka következménye a táplálék allergiának. Gastrointestinális, tehát gyomorbél tünetek, amik görcsökben, hasmenésben, esetleg ritkán hányásban nyilvánulnak meg, ezek ritkán jönnek az ellenségallergia okán létre, kb. 10-15%-a az ilyen tüneteknek csak ellenségallergiás oktanú.